és van nekünk még egy névtelen barátunk, a zenekarban. Én vagyok a Feri bácsi. Ő a kis testvére a nagy tegedű. Ő az igaz tegedű. Halljuk a cincogó hangját. Na, most pedig ti lesznek az énekkar, és a végén pedig, akinél van dob, az beáll majd a katonazenekarba, úgy fogunk majd menetelni a csatába, hogy egyszerre üdvözlünk az üdvözlőmet, és énekelünk, és lábunkkal dobogunk, és napsunk. Jó, de most először is olyan gyönyörűen süt a napocska, hogy arra gondoltam, hogy kívánjuk minden magyar embernek Magyarországon kívül lakó magyaroknak is csodás, napsugaras tavasz, és mit kívánjuk még a magyar embereknek? Boldogságot, boldog Magyarországot, mit kívánjunk még? Szabadságot! Ne legyen, ne kerüljenek a magyar emberek börtönbe és a háborúba. És kívánjuk az embereknek még, ne legyen betegség, mit kívánjuk? Egészséget, és kívánjuk sok gyerekszületést. Figyelj, nagy tapsal, süss fel a rajta! Hadsereg támadta meg Magyarországot, és a magyar emberektől elvitték, amit csak tudtak. Mit vittek el tőle? Ételt, ennivalót, a pénzt. Elvitték az állatokat, a lovakat, szekerült, és sokat megöltek. Aki nem fogadott szót, hova zárták? Ott csak a szót fogadni, mit csináltak vele? Ilyen gonosz világ volt, gyerekek, és nem tűrették tovább a magyar bátor férfiak, és azt gondolták, hogy szervezni kell erős hadsereget, regimentet, és kiképzelni Magyarországon az ellenséget, akik nem is tudtak meg magyarul beszélni. És akkor mi? Szerintem tudjátok, hogy ki volt az a nevezetes fiatal ember, abban a régi időben, aki költő volt, nyíva tollával verseket írt, és olyan buzdító, lelkesítő verset írt, hogy amikor szavalták az emberek és hallották, mindenki fölbátorodott és ment fegyverrel a kezébe a hadseregbe. Mondjátok? És mi volt a híres versének a címe? Nem, nemzeti dal. Mondjuk, nemzeti dal. Hogy kezdődik? Magyar? Tartra magyar? Ez úgy fogjuk most elmondani az első verszakát, nézzétek, hogy azt mondjuk, hogy mondjuk a költő elé, Petőfi, mondjuk, Petőfi Sándor nemzeti dal, és talpra magyar nagyokat dobbantunk majd, jó? Figyelj, melyik jó kezdünk, nézz ide! Fölemreld a két fölött, vagy pedig a zászlót, jobb kézzel, két fújunkat kinyújtjuk az ég felé. Ki lakik az égben? A jó Istenre mutatjuk az ujjunkat. Mi hova tesszük a bal kezünket? A szívünkre. És szívünkre tett kézzel megesküszünk, hogy rabok tovább. Na, és amikor azt mondjuk, hogy rabok tovább, nem leszünk a lábunkon nagyon dobban. Figyelj! Tehát jobb kéz föl, és kis katonák, kis magyar vitézek, elkezdik mondani a napra magyar, méghozzá úgy, Petőfi.
hangosan! Még egyszer, talpra magyar rajta! Talpra magyar! Ki a haza? Itt az idő! Mondjátok! Rabok legyünk! Szabad! Ez a kérdés van! A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk! Rabok tovább! Hangosan magyarokat rajta! A magyarok istenére esküszünk! Ne is énekeljük! Petőfi még egyszer is nagy dobbantása rajta! Bentő, sárga, nemzeti nap! Kosút rajós, rajta!